A Nemzeti Adó- és Vámhivatal pénzügyőri május 18-án a Röszkei határát határátkelőnél 20 millió forint értékű kábítószert találtak, egy 59 esztendős német állampolgárságú férfinél. A pénzügyőrök kérdésére nem jelentett be árut, azonban a nyilatkozat elfogadását követően a NAV munkatársai a járművet félreállították, majd a tételes vizsgálata mellett döntöttek. A gépkocsi ellenőrzése során az első ülések alatti rekeszből 8 darab fekete zsugorfóriába csomagolva megközelítőleg 10 kg marihuána került elő. A pénzügyőrök a 20 millió forint fekete piaci értékű kábítószer szállítmányt lefoglalták, és az ügyet visszaélés kábítószerrel bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt átadták a rendőrségnek.